elnökségülésen nem a választmánynak volt ez a témaköre, de az elnökségnek volt feladata értékelni. Tudatosan fogalmazok így, mint a 106 választott keretben a felelősségnek a munkáját, ezzel semmi történet is nem mondja le, csak azokat is értékeltünk természetesen, akik aztán abba a csoportba kerültek, akiket átadtunk az együtt 2014-nek, és természetesen a 75 jelöltön belül pedig a Szocialista Párt megadta, az elnöksége megadta az egyetértési jogot 70 helyen, aztán 71 helyen. Azért egy kicsivel kevesebb, mint 75, mert van néhány körzet, ahol változni fog a jelöltnek a személye, ezek Morcai, Csorna, Nagykáta és Mohács, ez a négy kerület van, ahol más jelöltet fogunk indítani nagy valószínűséggel, mint aki eddig vitte. Ezek mögött alapvetően magán problémák és személyes gondok állnak ezek mögött a döntések mögött. Ezzel jogilag a Szocialista Párt elnöksége indította a jelöltállítást, ahogy erre Laci is utalt, ehhez még kellett a mai döntés, hogy a jelöltállítás szempontrendszerét és az egyéb dolgokat is elintézik. Ezt nagyon szépen köszönöm a választmánynak, hogy ellen szavazat nélkül támogatta ezt az előterjesztésemet. És valóban október 19-én a MSZP kongresszus elfogadja a választási programunkat, elfogadja a szövetségkötésnek a kereteit, hiszen nekünk ez a fórumunk arra, hogy ezt jogilag is megpecsételjük, és természetesen a két listáról is dönteni fogunk, az Európai Parlamenti és az Országgyűlési listáról, kongresszusi szinten, ahogy ez szokott lenni. Nagyon fontos, és ez ma a vitában, nem is vitában, inkább azt gondolom, hogy inkább egy jövőre készülő konstruktív beszélgetés volt, hiszen kritikai észlelések nem hangzottak el, sokkal inkább olyan ötletek és javaslatok, amelyek a választási felkészülést segítik. Ezek között elmondott az, hogy ma kizárólag a Magyar Szocialista Pártnak van olyan programja, amit természetesen egyeztettünk Bajnai Boronékkal, tehát ez egyfajta szövetségi politika is, amely alkalmas arra, hogy annak a 4 millió embernek, akik ma mély szegénységben élnek, valamilyen megoldást adjunk. Szomorú, hogy ők mondta számára, hogy a tartalmi visszatudták ezt a keretében, de semmi gond ezzel. Tehát magyarul a 4 millió ember számára is szeretnénk valamilyen fajta megoldást adni és lehetőséget adni, mint ahogy az 500 ezer éhező gyereknek, vagy azoknak a több százezer Londonba és külföldre menekült magyar fiatalnak, hogy vissza tudjanak jönni. A mi programunk választat az ő gondjaikra, hiszen nekünk egy olyan programunk van, amely segítséget ad ezekre az egzisztenciális problémákra, és látjuk, hogy a Fidesz kizárólag a gazdagok érdekét képviseli. Nem érdemes, hogy fogalmaztam többször, hogy a Fidesz a gazdagok kormánya, csak a kiváltságos kevesekkel törődik, a többség érdekével pedig nem. Mi viszont egy olyan kormányt szeretnénk alakítani, amelyik mindenkit képvisel, de leginkább öt társadalmi csoportot, ezek a fiatalok, a nők, a munkavállalók, a kis- és középvállalkozók és a nyugdíjasok. A mi programunk kiemelten ezekre a társadalmi csoportokra fókuszál, és a kampányban is ezek az ígéretek fogják dominálni a Szocialista Pártnak a választási kampányát. Én egy szeretem önöknek elmondani, és hogyha van kérdés, akkor természetesen fogok rá válaszolni, ahogy László is parancsolja.